Máté Szalkán termálvízzel fűtött geotermikus előművel is fűtik az épületeket. Többségében azonban földgázzal vagy földgázból előállított villamos energiával állítják elő a meleget. Az üzemanyagot pedig orosz kőolajból készíti a -e mol. Sajtóhírek szerint a kőolajat szállító barátság vezetéket akarta felrobbantani Zelenszki ukrán elnök. Szijjártó Péter külgazdaság és külügyminiszter azt mondta a televíziónak, hogy ezzel messzire ment az ukrán politika. Európában sajnos ez nem példa nélküli, mert néhány hónappal ezelőtt az, az északi áramlat gázvezetéket robbantották föl. Az szerint botrányos maga, hogy ez megtörténhetett, de az is legalább annyira botrányos, hogy mind a mai napig nem vizsgálták ki, hogy ez mi volt. Hát nem volt egy átfogó, nemzetközi, pártatlan lapos vizsgálat. Ezek szerint senki nem kíváncsi arra, hogy egy európai kritikus infrastruktúrát érő terrortámadás mögött kiáll és ki az elkövetője, szóval egészen, egészen döbbenetes helyzetek vannak. Most arról nem is beszélve, hogy, a, hogy, az, hogy az, ukránok a legnagyobb magyar bankot, az OTP-t, azt feltették a háború nemzetközi szponzorainak listájára. Ami hát megint csak elképesztő, az OTP semmi olyat nem tett, ami miatt egy ilyen listára kéne kerülni, az OTP minden hazai és nemzetközi jogszabály tiszteletbe tart a működése során, ez megint csak egy magyar ellenes lépés, és most már tényleg itt az ideje, hogy ezeknek megállt parancsoljunk, szóval világosá tettük, hogy hogy az Ukrajna számára az Európai Bizottság által kezdeményezett újabb fél milliárd eurónyi fegyverszállítási finanszírozás, mi mindaddig nem fogjuk elengedni, mindaddig nem fogunk hozzájárulni, amíg az ukránok le nem veszik az OTP-t erről a fekete listáról. Sajtóidek szerint tudott Zelenszky kijelentéséről az Európai Bizottság elnöke is. Ursula von der Leyen állítólag semmit nem tett annak megakadályozására. Szerintem bicskanyítogató volt az, ahogyan, ahogyan, az Európai Bizottság elnöke válaszolt, vagy pontosabban nem válaszolt arra a magyar újságírói kérdésre a hét elején, amely, amely arra vonatkozott, hogy Zelenszky elnökkel ők beszéltek-e arról, hogy akkor felrobbantanák a, a kőbarátság körülvezetéket, és egy ilyen cinikus kényszeredett nevetés kísérletében annyit mondott, hogy hát neki erről nincsen tudomás. Szóval én azt gondolom, hogy, hogy azért van az a határ, amit, amit az Európai Bizottság elnöke sem kéne, hogy, hogy átlépjen. Az Európai Bizottságnak az lenne a feladata, hogy az európai szerződések tiszteletbe tartásán őrködjön, vagyis hogy biztosítsa azt, hogy az Európai Uniós országok érdekei érvényesülnek. Ehhez képest jól láthatóan az Európai Bizottságnak nem fontos az, hogy egy Európai Uniós tagországgal á, mi van, hanem Ebben a háborús pszichózisban eh, szenvednek ők is, mint sajnos eh, az egész európai vagy transatlanti eh, politikai eh, közösség. A héten zajlik Brüsszelben az uniós külügyminiszterek ülése, ahol szó esik az OTP listázásáról is. Emellett az újabb, immáron 11. szankciós csomagról.